Még egyszer. Abba a belsőbe. Még ilyen rossz fényviszonyok között is. Ha belenézel a lábba, körbenézd kit. Úristen. Na itt elenged hatot, nézel jobbra, látod? Kettő, három, még számolj rá hármat, és te jössz. Tehát a váltón a kéz lassan. Igen, még nem tesszük be, csak ott a kéz. Látod, körülbelül most ért ide a hatodik. És akkor szépen azt mondom, hogy csaljunk egy picit, menjen az egyes. De már is váltott, láttam észre. Szűken, és kit kell elengedned? Na. A gyalogosokat. Hát reggel még te is gyalogos voltál. Pásztáz végig. Tudod, a gyalogos átkelő helyett, faltól falig tűz. Nagyon szépen váltogas, mint az előbb, jó? Jó. Igen. Az előző etapban még nem ment a kamera, nyugodtan mehetsz, olyan gyönyörűen vezettél, tényleg akkor kellett volna. Amúgy mindig egy kicsit zavarba jöttek a kamera miatt, igaz? Igen. De miért? Hát jól áll neked. Fogadjunk, hogy át fog váltani? Mire odaérsz? Na mi van? Az előzőt úgyis elbuktam, akkor most tudok törleszteni. Jobbra kanyarodjunk. Mert a jelzés, és most fog átváltani. Így van, és hova kell nézned majd? Jó, jó, nem jó vagy, mert most kettes maradt. Hova nézel vissza? Nézd meg a másik zebra, ide. Mert ott, azaz. Nézd vissza teljesen. Hát a lányokat. Teljesen, lányoktól a falig. Tűz, nyomod neki. És mikor váltasz? Majd most. Hát még egy kicsit húzast, így. Ez is rövid nadrágban, és mehet is a hármas. Na hát most nem tudom felvenni a telefonnal kamerázok. Hány perces videót készítsen? Sok kicsit inkább. Sok kicsit? Igen, hogy össze tudjam vágni. Dehogy vágod. Hát ez megint kezdi. Mi megint nem lesz YouTube feltöltés. Pedig nézzek, olyan szépek az árnyak, látod? Nézd, milyen szép a pár. Ne legyél zavarban. Nem látja senki, majd odaírom, hogy Gizi. Nem nevesítelek. Gizi vezet. Az így jó lesz? Jó. Na, mi következik? Olvasd el itt. Stop. Stop. Akkor kuplunk, beszaladt, igaz? Igaz. Jó, mert ő úgyse fog megállni a Volvo-s, fogadunk? Látod, hogy nem állsz meg? Ej, de ismerem már az embereket, nem? Vissza. Hát megállsz, így van, és visszaváltasz. Nagyon jó. És akkor... Én egyesbe váltottam, az nem jó? De hát tökéletes, mehetünk. Csorogj előre, nézd vissza. Mindenhova. Ez az, láttam a fejemtől. És tűz. Nagyon szép. És hallgasd a motorhangját, mikor váltasz? Most. Most, igen. Hova érkeztünk, vagy érkezünk? Nagyon jó. Nagyon jó csinál. Nem bántod az autót, tehát olyan szépen bánsz vele, érzed? Ugye? Figyelj a gyalogosra először, és mindig balról megjelenik ott egy autó, hogy kuplongozz be. Látod, megint megjelent egy, és meg kell állnod, mert bejött. Egyest váltasz, és figyeld, hogy mikor férsz be. Most beférnél, mert a Ford fölfogja. Látod, most is. Ez az. Amíg ő itt van, addig te bemész a fehér elé. Értetted, ugye? Egyenesen megyünk. Mikor jelzel? Most nagyon jó, mert itt nem lesz megtévesztő. Ezen bukott most hétfőn a tanulom. És kettes, hogy kétszer is hamar jeleztünk. Emlékszem, amit meséltem. Ez volt az itu. És pont ugyanitt egyet elnézett, a vizsgabiztos hölgy, a másodikat már nem nézte. Én mondjuk a másodikat nem vettem észre, hogy annyira korán jeleztünk volna. Nyugodtan válthatsz. Az elsőt azt határozottan észrevettem, hogy túl korán tettek ki az irányjelzőt, de nem volt jármű jobbról, így nem volt baleset veszély, de értem a lényegét, hogy nem lehet túl korán jelezni. Ezt is csak azért mondom, hogy tanuljanak itt, nem? Fáradt vagy? Nem. Fáradt lett? Hova lett? Azaz. És tényleg, hova lett? Na, énekelj csak. Nem tudom kiülni. Akkor majd betanuljuk, mehet a gáz. Ilyen kordobával oktattam, látod? Jó vagy? Mintha nem a régi volt. Azaz. Így van. Tudsz. Jársz énekkarra is? Nem. Mehet a gáz. Amúgy is a YouTube-ra már olyan rég töltöttem fel, szerintem most nagyon boldogok lesznek az emberek. Gyalogos átkedő hely. Sehol ez nem sem. Ez teljesen jó. De
Mi következik? Miért nem lenne jó? Hát figyelj, akkor csinálunk még egyet, majd amikor már profi leszel. Hát most az alig voltunk még Gödöllőn, most mit vársz magadtól? Mi következik? Azaz. De egyes, mert közben már a lámpa bepirulvezöldünk. Látod? Gyerünk, gyönyörű. Ugyanúgy megtartod. Nagyon szép a lábmunka. Kínáld meg egy picit. Gyerünk, tűz, kettő. Úgy van. Jön a kopron, megy a gáz, jobbra kanyarodjunk. Egyszer csak. Vagy mit kaptunk, piroskát? Nem baj, legalább a kézifékes indulót át tudjuk venni. Jó? Kiteheted üresbe a váltót. Húzd be egy kattanásig a kéziféket. Nagyon jó. És engedd fel az összes pedált. Jó? Ja. És akkor az lesz, hogy amikor itt a gyalogos átkelőhely átvált zöldre, mindjárt nézd meg, téged nem vesznek fel, csak a kezedet, látod? Ahogy elkezd villogni, elkezdünk indulni, jó? Ez egy kicsit azt jelenti, hogy egy picit csalunk. Jó? Ne hozzá az a barba. Na, ha csak 6 perc vagy a kamera, mit akarsz? Garázs meg nyitva hagytam, nézd meg, elhozták a kocsimat. Most már mindegy. Ez az, megy az egyes, igen, keresd meg a fogáspontot a kuplunggal, és ha megvan, engedd ki a féket. Igen, keresd meg, igen, pici gáz. Pici gáz. Merre nézel, és merre forgatod? Ide forgasd, és nézd vissza a vállamhoz, hogy jön-e még gyalogos. Gyönyörű. Nincs több, ugye? Csak a Józs bácsi van. A biciklis későn ért ide, ez az, és kettes. Mire leszállt, mi már elcsaltunk. Nagyon jól csináltad. Milyen bánatos feje volt a motorosnak, láttam? Láttam, amúgy pont azt nézted. Az is engem nézett. De sok meleg van. Jó, ezt nem mondtam. Menjen a áros. Régen a csajokat nézték a tanulók, hogy most az oktatót nézik. De lehet, hogy csak annyi, hogy miért van a kezembe ez a magára. Nem lehet, hogy azt nézték ki? Amúgy ma nagyon hülye vagyok, nem? De mindig. Ja, én mindig. Ez tetszik. Tessék mondani, hogy mire kell figyelni. Először is a trafiboxról. Rossz szó. Na? De nincs, na? Mire figyelsz? Hát az ebben. Meg előtte, nézd meg azt a piros táblát itt alul. Milyen szám van benne? 40. Ez nem azt jelenti, hogy 40 éves lettem. Pedig jó lenne. És most már a kereszteződés feloldotta a 40-et, úgyhogy nyugodtan mehet a gáz. Igen, mert minden kereszteződés feloldja a... Így van, még a baloldali homokút is feloldja. Sokan nem tudják, igen. Megint egy picit lassíts be. Miért? Hova érkezel? Nézd be a zebrára, hagyd lássam, hogy te kintesz. Jobbról balra. Így van. El kell adni a vizsgát, tehát kell egy kis színészet. Igen, igen. Az. Mutasd a kamerának, vagy? Nem, hát. Majd de bevágok valami ezért, DJ Bobot. Jó. Na, mi következik? Hát, igen, benézel, és ha elfogyott a kerékpársáv, jobb tükörre belenézünk, és húzzuk ki a kocsit a jobb szélére. Mert a jobbra tartás legyen meg, látod? Tehát indokolatlanul már nem mehetsz középen, mint eddig. Igen, hát ez, igen, az apnával nem tudsz pont, csinálni. Pont, hát ez egy sör lesz, de... És akkor jobbra kanyarodjunk. Mondd is, hogy mit kell csinálnod? Igen, fék, és kukla. Igen, és egy kicsit kisorolsz, egy nagyon picit, hogy beférjen mellé, a balra kanyarodni szándékozó. Látod? Nagyon jó. Szúrsz egy-egyest, igen. Figyeld a zebrát. Látsz valakit? Senki. Akkor go. Mert ugye ilyenkor csak annyira állsz meg, hogy eleget tegyél a megállási kötelezettségnek. Beforgatod, senki nem jön. Bátrabban forgass, kisebb gázzal. Most zavaró lesz a napfény. Ez így drágább lesz. És kettő. Nagyon jó. Látsz valamit? Hát, ami... Akkor ketten nem látunk semmit. Ez így is kell vezetni. Most, igen, zebrára figyelj, és megy a hármas. Most a lemenő napba megyünk, majd mit szólsz. Ott a gyalogos, észrevetted? Onnan lehetett tudni, hogy ő is elkezdett lassítani. Látod? És ilyenkor köteles vagy mellette megállni, még akkor is, ha csak úgy poénból áll meg, igen. Egyes, nem ér állna meg poénból, igaz? Nézd még szét egy utolsót. Ez az. Itt a kislány úgy gondolja magát, hogy kiesik, eljön elém, akkor gázol, kettes. Amúgy jól néz ki a napra mentem. Hova nézel? Hát a sínekre. És az utolsó pillantás mindig az legyen, hogy a... Na most észrevettem a bárdit, nem mondhatja, hogy nem vettem észre. Mindig le vagyok szúrva, hogy nem veszem észre Gergő osztálytársát, tudod? De hát én a lányokat nézem, a fiúkat. Na, én is azt akartam mondani, hogy mehet a hármas. Ez egy idióta volt. Hol tartottam a lemenő nap? Mi volt? Hogy... Te se tudod, nem figyelsz rá. Ja, meg hogy mit nézek még szét arra?
Ja, az utolsó pillantás nagyon okos. Az utolsó, akkor figyelsz rám. Az utolsó pillantás az a lámpáresség, hogy milyen színű, hogy fehér legyen a jelzés. Jó van, Csajci, balra fogunk kanyarodni. Akkor nyugodtan menjen a gáz, mert gázzal váltunk sávot. Hátra nézel, jelzel. Igen, nézd meg én, ahol térbe vissza. Azaz, azaz, és húzod. Tehát, hogy melletted van autó. Jó, és akkor hol megyünk balra, nézd meg, melyik ott? Ilyenkor legalább a tükörbe, mert zárvonal van mellette, de legalább a tükörbe, gyönyörű. És pirosat kaptál, úgyhogy ne veresd neki. Ne veresd. De érzed, hogy egyre jobban megy? Igen. Ugye? Biztos, hogy a kamera zavar, de nem kell. Hát én is ez ilyen laza vagyok. Igen. Nagyon jó, mindig piros, tehát mit csinálsz? Nagyon jó. És föl a kuplunk nagy szünet. És most nézd meg, hogy kell-e tartani a féket. Tehát enged fel. Nem kell. Akkor... Mindig ebben a New Balance CP-be oktatok, ezért majd kapok egy mindig. De ebben érzem jól a pedálokat. Van másik cipőm, ha esetleg nem tudnák, valami 10-15 pedál, biztos van otthon. De ezt nagyon szeretem. Nagyon bolond vagyok. Tényleg ebben érzem jól, meg ugye felfogja vékony. Hát pont jó. Pont jó, csak olyan is. Hát gyerekek, diétán vagyok. Nem adnak enni. Na, itt a kolléga. A kolléga! Szép ez a fehér. Szép a fehér Peugeot? Uh-huh. Meg csalsz. Még neked nem tetszik a fehér? Nekem nagyon tetszik, majdnem minden autóban a fehér. Figyeld majd a lámpádat, igen, jó? Figyelem. Pengén vágjuk be egyesbe, jó? Tehát itt nem lehet pöcsölni. Jó, tényleg? Nem lehet pöcsölni. Nem. Az a baj, ez az egyes, jön a kupló. Jó, majdnem letörtem. Nem mehetünk. Kicsi gázt adj neki. Még egy kicsit, gyerünk, nyomasd neki. Megy a kettes most. Nagyon jó. Húzod a közelebbi sávba, bátrabban. Oda a táblához. Táblához, ide? Azért mutatt, hogy mindig a közelebbibe. Tehát mindig a sziget, vagy a hármas, mindig a sziget mellé, vagy az árvonal mellé. Ezt már annyiszor mondtam, és nagyon figyeld az ebrát. Egyszerűen itt olyan sokan szoktak lenni, és néha takarásban van az autóktól. Most nincs senki már. Majd most itt előtted lesz egy kis dugasz. Amúgy tök szép az őszi táj, nem? Leállítsam már a kamerát? Leállíthatod, amúgy, és akkor egy újabbat. Egy újabbat szeretnél? Most már felveszük a srác.